A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ az éven kiváló munkát végzett. Érdemes tudni, hogy a Családsegítő Központ 27 településen látta el alapfeladatot, amely mellett ezen az éven ö, saját maguk által elvállalt plusz feladatokat is vállaltak. Ilyen volt például az, amivel az elmúlt hónapokban is találkozhattak, a Miért című kiadvány, amelyet a PAX munkatársai a Családsegítő Központon belül szerkesztenek, írnak és kiadnak. Tavasszal több esetben voltam náluk különböző, mint például ezt az újságot, vagy illetve a feladatellátással kapcsolatos problémáikat. És az egyik ilyen, ami felmerült, hogy a 27 település ellátására nekik nincs megfelelő műszaki infrastruktúrájuk, vagyis nincs megfelelő járművük ahhoz, hogy ezt a feladatot tökéletesen el tudják látni. Eddig a saját autójukat használták erre a feladatra, amit innen is szeretnék nekik megköszönni. A mai naptól kezdődően köszönhetően a PAX hálózatfejlesztő gondozási központ költségvetésének és a vezetőinek a gazdasági fegyelmére és a spórolásra sikerült a mai nappal beszereznünk egy új uh, Hyundai 20-at, amelyel Mostantól kezdve 27 település feladatellátását fogják elvégezni a munkatársaink. Ez a beruházás nagyjából 4,6 millió forintba került az önkormányzatunknak, a Pax Felesztő Gondozási Központnak. Nem pályázati úton vásároltuk ezt az autót, annál nagyobb számunkra ez az öröm, hogy végre meg tudtunk oldani egy ilyen problémát. Ezen kívül természetesen a, a központnak és a feladatellátásában lesznek átvariálások, illetve a Máté szeretett szolgálatnak is, hiszen a következő időszakban a volt földhivatal épülete meg fog szűnni, mint tejkenyérosztó terület. Arról a következő időszakban fogunk beszámolni majd, hogy mi, milyen fejlődések lesznek még az utolsó egy-két hétben, milyen szerződéseket kötöttünk és milyen beruházásokat tudtunk elindítani.